Szavaztok, ez itt az 3BP Transport, és ebben a videóban az új KISZ motorvonattal fogunk utazni. Ez a KISZ motorvonat, ez egy emeletes vonat. Magyarországon ez az első. Úgyhogy jó szórakozást! Addig is bemutatom nektek a felújított zuglóvasútállomást. Valamint egy térkép alapján mutatja azt, hogy hol vagyunk, mikor érkeztünk, mikor fogunk a bizonyos állomásra megérkezni, közben itt volt egy kivetelek alatt, és hogy mennyit késtünk, meg hogy ugye hány kilométer per órával mentünk, bár ez a föltönben is látható. Ugye a harmadik helyen az utas tájékoztatásban a flörtel, a második helyen a felújított DC-k, illetve az DC-buszok, és az első helyen itt a KISZ. És majd mindjárt megmutatom nektek a KISZ-nek az alsó részét is, mivel ugye itt a felső részen vagyunk. Én őszintén szóval nagyobb tömegre számítottam, és nincs annyira tele, annyira van tele, mint egy átlagos hétköznapon, vagy nyári szünetben. Azt hittem, hogy ilyen jó sok ember ide fog jönni, és fotózzák, videózzák, de most én vagyok itt az egyedül. Az ülések nem változtak, se a húzata, se a formája nem változott. Több ilyen kijelző van, ami mutatja, hogy hol járunk. És itt van két szék alatt ilyen korrektor. Mögöttem látható kijelző azt írta, hogy ez a bevet, ez csak próból üzem, és elnézést kérek, hogyha bármilyen hiba is van. Én nem tapasztaltam hibát, ugye a hibát tapasztaltam, az csak egy kicsi hiba volt, ami nem más volt, mint ugye az előző kocsiban, ott nem működött a kijelző. Ez nem annyira nagy probléma szerintem. Meg most, ahogy látom, ebben a kocsiban csak ez a kijelző működik, a többi nem is világít, pedig az előbb világított. Közben minden lejöttem a vonat aljára, és itt is jó helyre vannak rendezve az ülések. Ennek a KISZ-nek Pilis következik. Szóval ennek a KISZ-nek az hátránya, hogy az a budai Dunántúl vonalakon nem tud közlekedni a magassága miatt, ugyanis most tud közlekedni a KISZ, hogyha a rágymányos hídon menne át, csak hogy a déliből nem tudna indulni, mivel az alagút az nem a KISZ-lekhez kitolva. És nagyon sok hely van kialakítva a babakocsisoknál, a kerékpárosoknak, illetve a mozgásra is itt lent. Köszönöm.
akkor elkezdtük a lépcsőt csinálni. I am the night, we wish you sleep. I am the day.
Albert Hirsa következik. Szerintem azért, mert már annyira közel hozzám, már kicsit másabbak a szokásai, mint a BKK-nak. Meg egyrészt, másrészt meg azért is, mert nem olyan gyakran szoktam vele utazni. Itt vagyok Albert Tirsánál, és ez a KISZ nevű emeletes motorvonat a fecskéket fogja leváltani. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor lájkold és oszd meg a videót, és ne felejts el feliratkozni.